erős tűz, forró víz, szivárgó gőz. Amikor pedig kinyitjuk a bambuszpárolót, incsiklandozó párolt fogás jelenik meg a szemünk előtt. Egy kínai szólás szerint a nép égnek tekinti az étkezést, az ételek közül pedig a pároltak jelentik az első választást. A párolás nem gyakori a nyugati kulináris kultúrában, pedig ezzel a módszerrel lehet a legjobban megőrizni az ételek eredeti ízét és tápanyagait. Hubei tartomány Tianmen városát a párolt fogások szülőföldjének szokták nevezni Kínában. A párolt ételek kultúrája hosszú múltra tekint vissza Tianmenben. A tianmeni párolt fogások története az újkőkorra vezethető vissza, vagyis közel 6000 éves. A tianmeni párolt ételek jellemzően forrók, enyhén fűszerezettek és puhák. Tehát tálaláskor megégethetik a szájat, kevés bennük a só. Az eredeti ízek dominálnak, az állati eredetű alapanyagokat pedig teljesen puhára párolják, így könnyen emészthetőek. Mindez megfelel a modern ember étkezési szokásainak. A tianmeni párolt fogások nem csak ízletesek, hanem a dietetika, illetve az orvostudomány szempontjából is igen egészséges ételek. A Han folyó mentén elhelyezkedő Tianmen városban kellemes az időjárás és termékeny a talaj. A gazdag helyi mezőgazdaság megbízható nyersanyagokkal szolgálta a különleges helyi konyha kialakulását és fejlődését. A tianmeni párolt fogások elkészítéséhez alaposan ki kell válogatni az alapanyagokat. Nem szabad délelőtt párolni és délután fogyasztani. Tehát melegen kell megenni. Frissen kell tartani a nyersanyagokat, ne csökkenjen bennük a nedvesség tartalom. Bambuszpárolót kell használni. A párolt ételek készítéséhez másfajta ételkészítési módokat is felhasználtak, így alakult ki a tianmeni 9 párolási módszer. A párolt fogás a tianmeniek nélkülözhetetlen hétköznapi étele. A helyi vendéglátásban az esküvők, temetések alkalmából mindig kínálnak párolt ételeket. Régi helyi szokás, hogy minden lakomán szolgálnak fel párolt fogásokat. A tianmeni 9 fajta párolt étel lakomája helyi nyersanyagokból készül. Büszkén mondhatjuk, hogy a helyi kulináris kultúra és főzési technika kilép a világba. A tápérték és megjelenés szempontjából a párolt ételek kielégíthetik a mai emberek igényeit. A tianmeni párolt fogás nagyon jó. A több ezer éven át fejlődött tianmeni párolt ételek a hosszú történelmükkel, egyedi ízvilágukkal, kifinomult készítési módszerükkel különleges gasztronómiai kultúrát alakítottak ki.